ami nagyon nehéz lehetett neked, és nem is tudom, hogy hogy tudtad magad túltenni rajta, az édesanyád elvesztése. Nem lehet túltenni rajta. Ő nem halt meg, ő itt van velünk. El tudtál tőle köszönni? El, addig nem tudott meghalni. Még én meg Zsolt együtt fel nem mentünk. De otthon halt meg akkor? Otthon, aha. Mikor derült ki, hogy beteg? Hát olyan december végén. És mi volt a betegsége? Hát a daganat, rossz indulatú áttét. És már csak akkor diagnosztizálták, amikor már áttétes volt? Igen. Azt a minden. Igen. És semmi jele nem volt előtte? Nem. Tudod, hányszor volt otthon anyám? 5 év alatt? Ha ne érjem meg a reggelt, Péter, odaragadjak az ágyba. Ha nem láttam anyámot, vagy 15-ször, mióta meghalt. Nem. Szó szerint, Peti, akkor a Jóisten, engem nem megjelent, én is láttam. Evelyn Luxemburgban lakott, be a pincébe volt lent a takarítónővel, és egy időben egyszerre megjelent anyám, pont ugyanabban időben, Evelyn hívja, anya Beat, mondja, hogy képzeld el, anya, mi történt. Mondja be, és hogy képzeld el, mi történt. De itt hogy volt, jelent meg? Itt volt Mari mama. De hogy? Megjelent, ott volt. Egy kávéscsésze eldőlt, az illat ott volt. Tudod, hányszor láttam ma anyámot, és hajnal, tudod, de mikor jönnek? De láttál valamit, láttam, ami olyan volt, láttam, két hete is láttam. Tudod, mikor jönnek haza? Hajnal 3 óra után. Hányszor keltem úgy, hogy tiszta könycsepp volt a szemem, ilyen vastag sírásokat ejtettem. És azt hittem, hogy álmodom, de nem. Hányszor éreztem azt, hogy otthon. Amikor érzékeled a jelenlétét, akkor beszélgetsz is vele? Vagy csak látod, és utána eltűnik? Nem tudsz vele beszélgetni, mert amire beszélni akarsz hozzá, eltűnik.